fluoreszkáló útburkolati jeleket tesztelhetnek a kerékpározók a Kutasi úti kerékpárúton, amelyet olyan külterületi útszakaszokon használna az önkormányzat, ahol nincs közvilágítás. A visszajelzéseket a lakossági fórumokon, a Facebookon, illetve a város honlapján várják. Hódmezővásárhelyen 65 km kerékpárút található. Ennek 50%-a külterületen. Sok észrevétel érkezett az önkormányzathoz azzal kapcsolatban, hogy miért nincsenek ezek kivilágítva. Ebben próbáltak most segíteni a közlekedőknek azzal, hogy világító útburkolati jeleket festettek fel a Kutasi út melletti, tavaly felújított szakaszon, egészen a Hódmezőgazda ZRT-ig. Próbaképpen felfestettük ezt a vonalat, és nagyon-nagyon várjuk a hódmezővásárhelyek visszajelzését, hogy tetszik ez, hiszen akkor lehetne abban gondolkodni, hogy esetleg a most megépítésre kerülő Maloslele Batida irányába futó kerékpárúton is szóba jöhetne ennek az alkalmazása. Úgyhogy Eger után az országban másik helyen, itt Hódmezővásárhelyen is egy 1300 méter hosszú szakaszon tesztelése, próbája fog zajlani ennek a technológiának. Az 1 millió 300 ezer forintból felfestett szakasz tartóságának ideje duplája a hagyományos oldószeres technikával felfestett fehér vonalénak, 4 évente elég újra festeni. Láthatóvá teszi az útburkolati jelet. Ugye ezáltal nem csak a kerékpárosoknak, hanem ugye a gyalogosoknak is, vagy esetleg ugyanúgy, ahogy a alpolgármester úr is jelezte, hogy a futópályákra nagyon aktuális, ahol, és az a lényeg, hogy ahol nincs közvilágítás. És ugye nagyságrenddel olcsóbb ennek a kivitelezése, mint hogyha itten közvilágítást építenénk ki. A napfényétől feltöltődött fluoreszkáló felület akár 8 órán keresztül világít, néhány milliméter hó is eshet rá, azon is keresztül sugárzik a fénye.